Út, járda és vasúti átjáró. Augusztusban adták át ezt a több mint 1 milliárd forintos beruházást Kemecsén, amely az ipari park infrastruktúráját fejleszti. A beruházás hosszú távú célja a város gazdaságának fellendítése. 100 hektáros 1/1-es tulajdoni hányadban lévő ingatlan egységgel rendelkezünk. Ez egy egybefüggő terület, több kislet, kisebb alrészlettől 5 hektártól 20 hektárig terjedő terület. Ez egy ipari park nekünk, amelyben befektetőt szeretnénk idehozni, és munkahelyeket szeretnénk teremteni. Ez egy nagyon fontos lépés volt a település életében, hiszen hosszú-hosszú ideig tartott, amelyet ezeket az ingatlanokat összetudtuk rendezni, és hozzáteszem, mindezt saját forrásból, tehát saját forrásunkból föl tudtuk vásárolni, ehhez 20 évre volt szükségünk. A fejlesztéstől a térség foglalkoztatottsági helyzetének javulását remélik. Az ipari park betelepítésének érdekében több céggel tárgyalt már az önkormányzat. Na most mi az elmúlt másfél esztendőben nagyon-nagyon sok tárgyalást folytattunk, itt a HIPA közreműködésével is jó részt. Kínai, koreai befektetők érkeztek, tájékozódtak, feltérképezték a területet, meg energia igényük van ugyebár ezeknek a befektetőknek, és eddig még döntések nem születtek, illetve van olyan jellegű problémánk, ami nagy-nagy probléma, ez nem csak nekünk, hanem ez Kelet-Magyarország problémája is. Ez itt a Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc tengelyt, hiszen Kemecse is ebbe a tengelybe foglalt helyet, hiszen határosak vagyunk Nyíregyházával. Ez azt jelenti, hogy az országos hálózat villamos energia teljesítménye nem elégséges ahhoz, hogy a befektetők részéről, befektetők, akik nálunk is érdeklődtek, ki tudjuk szolgálni őket villamos energiával. Itt a kormányzatnak kell egy fejlesztést végrehajtani. 2023-ban adták át a város korszerű bölcsödéjét. A több mint 1 milliárd forintos beruházást a helyi református egyházközség uniós és állami támogatásból, valamint saját forrásból építette. A 4 csoportszobás bölcsöde közel 50 férőhellyel és 11 fős személyzettel kezdte meg működését. A református egyház több korábban önkormányzati intézmény fenntartását vette át a várostól, megkönnyítve ezzel az önkormányzat gazdálkodását. Kemecse város önkormányzatát a beruházásokkal együtt egy 4 milliárd forinton felüli főösszeggel gazdálkodott, de hát a 4 milliárd forint az lényegében a beruházásokat teszi ki. Körülbelül egy 1,2 milliárd forint, ami működési költségünk, amellyel gazdálkodunk. Hozzá kell tennünk, hogy sok-sok intézményünket, azt a református egyház tart fent. Itt többek között szeretném megemlíteni, hogy a szociális bentlakásos intézmény, nappali ellátást, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetést az egyház, református egyház keretei között látjuk el, illetve a bölcsőde, óvoda és az általános iskolai oktatás-nevelés is a református egyház keretei között zajlik. 2023-ban a belvárost érintő útfejlesztés is folytatódott, 2024-re pedig az egyik kiemelt cél, hogy elkezdődjön a régóta tervezett új mentőállomás építése.